Tisztelt kollégák! Elérkeztünk az elektromos és mágneses terek történetének megismerésének második előadásához, ahol a számszerű törvények felfedezésével fogunk foglalkozni. Láttuk, hogy az 1700-as évek végére már az alapjelenségeket mind az elektromosság, mind a mágnesesség terén megismerték a kutatók, és az előre lépéshez kellett, hogy valamiféle törvényeket, számszerű törvényeket alkossanak meg. És ez az 1700-as évek végén következik be. A történetírók gondba vannak, mert ha azt kell mondani, hogy ki fedezte föl a töltött testek közti erőt leíró törvényt, ugye ma ezt Coulomb törvénynek nevezzük, akkor valójában azt kell mondani, hogy az itt feltüntetett három ember, tehát Priestley, Cavendish és Coulomb egyaránt fontos szerepet játszottak az 1700-as évek végén, és nagyon nehéz eldönteni, hogy ki mit fedezett fel először. Úgyhogy ebben nem is bonyolódunk bele, itt van ez a három úriember, minden elismeréssel adózunk az ő munkájuk előtt. Nos, szóval ezek az emberek elsősorban az elektromosságtan törvényeit próbálták felfedezni, megpróbálták azt, hogy a töltött testek között milyen erő hat. Ez volt az egyik kutatási téma. Zárójelben megjegyzem, ugye motiválta őket Newtonnak a sikere, aki a gravitációs erő felfedezésével jutott el komoly felismerésekre. De ezek az emberek vizsgálták az anyag vezetőképességét, igaz, még nem voltak műszereik, ezért például az élettani hatások alapján vizsgálták ezeket, hogy mondjuk lejdeni palackot önmagukkal kapcsolatba hoztak, úgyhogy közé különböző anyagokat tettek, és megnézték, mennyire rázza őket az áram. Tehát ezek csak elég szubjektív dolgok voltak, meg a töltések tárolásának a módjait fejleszgették ezek az emberek. Így jutottak el az 1760-as, 70-es, 80-as években ahhoz a törvényhez, amit ma Coulomb törvény néven ismerünk. 1785-ben Coulomb publikálta, hát más jelöléssel, de én a mai jelöléssel így írom le, hogy két test között, amelynek Q1 és Q2 a töltése, R a helyi vektor, ami az egyikből a másikba mutat, ilyen erő hat. Ez egy univerzális állandó, ez a kis K itt elől. Tehát, hogy a Coulomb törvény azt mondja, hogy a létrejövő erő egyenesen arányos mindkét töltött test töltésével, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével. Ez ugye csak egy egységvektor, ami az összekötő egyenes mentén mutat, ez csak az irányát mutatja, és ebben a törvényben benne van az előjel szabály miatt az erőnek az iránya is. Ha Q1, Q2 azonos előjele, akkor pozitív, itt a szorzat, az taszítást jelent, és a többi. Szóval az utókor Coulombnak tulajdonítja ezt a törvényt, nevezhetnénk Priestley vagy Cavendish törvénynek is, bár kétségtelen, hogy Coulomb pontosabban mért az elődjeinél. Erőmérő eszköznek egy nagyon fontos erőmérőt használtak, a torziós ingát, ami majd később a gravitációs méréseknél is szerepet játszik. A torziós inga lényeg a következő. Itt van függőlegesen egy nagyon vékony szál itt, berajzolom. Ez a vékony szál lelóg a berendezés belsejébe, alul keresztbe található egy rúd, és a rúdnak a két végén kiegyensúlyozva azonos tömegű, de nem feltétlenül azonos anyagú testek vannak. Ez a viszintes rúd, tehát függőleges tengely körül, ezen a torziós szálon képes elfordulni. És ha vékony ez a szál, akkor nagyon-nagyon pici erő, milliomod newtonnyi erőnek a hatására mérhetően elfordul ez, tehát nagyon pici erőket lehet ezzel mérni. Méghozzá elég pontosan lehet az erőt mérni. A pontatlanság forrása Coulombék mérés technikájába a töltés mennyiségével volt kapcsolatos. Nem tudták pontosan beállítani, hogy ugyanaz a Q1 meg a Q2 töltés legyen az egymást követő kísérletekben. Egyrészt az anyagok veszítették a töltésüket, hogyha föltöltöttek egy gömböt, nem voltak tökéletes szigetelő anyagaik, meg a levegőn keresztül is
történt némi kisülés, másrészt meg nem volt áramerősség mérőjük, és nem tudták azt mondani, hogy na egy másodpercig 1 ampert folyatok, akkor az 1 kulon töltést jelent, hanem csak a dörzsölésnek a mikéntjét próbálták standardizálni, és úgy tölteni föl a testet adott töltésre. Szóval megállapították ezt az 1/R nézetes törvényt, hogy a távolság négyzetével fordítottan arányos a töltött részek közt ható erő, de őszintén szólva a mérési hiba akkora volt, hogy lehetett volna illeszteni a mért adatokra egy 2,2-es vagy 1,9-es kitevőt itt az 1/R négyzetben. Azért választották a 2-es értéket, egyrészt mert az kerek, másrészt hasonlít a gravitációra, hogy a gravitáció esetén Newton nagyon pontosan igazolta ezt, a bolygók nagyon pontos pályaszámítása nem engedte meg, hogy az a kitevő 2-től mérhetően eltérjen, de leginkább az igazolta az 1/R nézetes törvényt később, hogy csak az 1/R nézetes törvény esetén valósul meg az, hogyha van itt egy töltött gömbünk, itt az ábrán jobb oldalt figyeljük, van egy töltött gömbünk, aminek a felszínén egyenletesen osztjuk el a töltéseket, akkor kívül van elektromos tér, belül pedig nincs elektromos tér. Ez egy viszonylag bonyolult matematikai bizonyítás, amivel ezt le lehet vezetni, de akkor abban a korban már le tudták vezetni. Ha eltérnénk az 1/R négyzettől egy picit is, akkor már a töltött gömb belsében lenne elektromos tér. Aztán ekkora már a deriválással nagyon megbarátkoznak az emberek, és egy Laplace meg egy Poisson nevű matematikus páros végül is megalkotja az elektrosztatika alapegyenletét, ami a kedves hallgatóságnak bizonyára roppant ijesztő. Mindenkit megnyugtatok, hogy nem fogom ezt számon kérni a fizika történet vizsgán. Itt a jellegét nézzük meg, hogy milyen ez a törvény. Az epsilon-0 egy univerzális állandó, a QT a töltéssűrűség, ugyanis ezzel már nem csak egy-két töltésnek, hanem szétkent töltéseloszlásnak a terét meg lehetett adni. Azt mondja meg a QT helyről helyre, hogy egységi térfogatban mennyi töltés van. Ebből ki lehetett számolni a V-t, a feszültséget, az elektromos potenciált, és ennek a deriváltja, a gradiense beszorozva az ide helyezett töltésnek a nagyságával adja meg az erőhatást. Na, itt ez már matematikailag túl bonyolult. Nem is várom el, hogy értsék fizika történet órában. Nyilván egy villamos mérnöknek azért illik ezt érteni. Annyit jegyezzünk meg, hogy az 1800-as évek elején támaszkodva Coulombék eredményeire Laplace és Poisson megadja ezt az egyenletet, aminek a segítségével már nem csak néhány töltés, hanem tetszőlegesen elosztott töltésrendszernek a terét meg lehet határozni. Ez később nagyon fontos lesz, ez az eredmény. És ezek készítették elő a későbbi fejlődést, aminek a következő lépcsőfoka az az elektromos áramnak a felfedezése volt. Mi vezetett az elektromos áramhoz, a mai értelembe vett elektromos áram felfedezéséhez? Az első lépés ez egy Luigi Galvani nevű olasz fizikusnak az eredménye volt, illetve hát ő természettudósnak tartotta magát, és azt hiszem többet foglalkozott biológiával, mint fizikával, de most ne kategorizáljuk szegény Galvanit, egy tudós volt, mondjuk ezt. Szóval Galvani a következőt vette észre. Hogyha egy preparált békacombhoz hozzáér úgy két fémtüskével, hogy ennek a két fémtüskének eltér az anyaga, ez teljesen véletlenül valósult ez meg, hozzáér egy ilyennel, és az idegrendszerének a részeihez hozzáér, ugye itt ezen már nincs a béka felső teste rajta, tehát ez határozottan döglött béka, szóval, hogyha hozzáér ezzel a két fémmel, akkor elkezd rángatózni a lába ennek a békának. És azt is észrevette, hogy hasonló jelenség következik be, hogyha fém kampókon
föl vannak függesztve a békacombok valahova, az erkélyen, és a közelbe villámlik, akkor is hasonlóan elkezd rángatózni a békacomb. Lemondta a következtetés Galvani, hogy a két fém összeérintésekor elektromosság keletkezik, illetve, hogy az idegeken elektromos jelek haladnak. És ez ebben igaza van. A történeti hűség kedvéért meg kell említeni, hogy Galvani egy ideig még keverte egy picit, hogy mi a biológia szerepe a jelenségben. Eleinte azt lehetett hinni, hogy a biológiának fontos szerepe van, tehát kell ehhez egy élőlényből kioperált valami, hogy működjenek ezek a jelenségek. Hát később rájött ő, meg majd mindjárt említem, Alessandro Volta, hogy itt az élőlény dolog az nem játszik igazából kulcs szerepet. Szóval Alessandro Volta azt mondta, hogy Galvani kísérleteit megismeri, és rájön arra, amit az előbb már mondtam, hogy valójában itt a biológia nem játszik fontos szerepet, a békacomb csak egyfajta érzékelő ebben a jelenségben, amiket Galvani mutatott ki, és lecsupaszította a jelenséget, rájött, hogy a lényeg az, hogyha két különböző típusú fémet érintünk össze, akkor áramforrás keletkezik. És ezt tisztázta le pontosan Volta. Az első kísérletei arra vonatkoztak, hogy vajon ez ugyanaz a jelensége, mint a dörzs elektromos jelenség. Kiderült, hogy igen. Tehát például összeérintett fémek segítségével lejteni palackokat lehet föltölteni. Csak hogy itt az összeérintett fémekkel kapcsolatba hozott eszközöken tartósan megy át az elektromos áram. Erre építve áramforrásokat tervez, és az alkalmazásaikat is elkezdi kidolgozni. Erről beszélünk majd a következő egy-két dián, de előtte még Volta iránti tiszteletből említsük meg, hogy Alessandro Volta nagyon sok mindent felfedezett még, például a metángázt. Felfedezte azt, hogy a metángáz elektromos szikrával begyújtható. Ugye belső égésű motorok nál egy nagyon fontos dolog ez, hogy ez működjön. És ő nála már a technika is adott volt, hogy megfelelően szigetelt vezetékeket használva elektromos jeleket küldött sok kilométer távolságra. Itt kezdődik a mai technikai hátterünknek, az alapjainak a lerakása Voltánál. Na most említettem, hogy Volta legnagyobb eredménye az áramforrásokkal kapcsolatosak. Az első komolyabb áramforrást, amit a Galvani iránti tiszteletből Galván elemnek nevezett, az első komolyabb áramforrás az így nézett ki, amit itt láthatunk, vett valami elektrolitot, ami jelen esetben kénsavas víz, de gyümölcslé is megteszi, abban is vannak szabadon elmozduló töltések, ebbe belelógat két pólust, két jelen esetben rezet meg cinke, de más fémpárok esetén is megtörténik ez, és ellentétes polaritásúra töltődnek fel ezek. A kettő között elektromos tér alakul ki, például kis testekre vonzó taszító hatás váltható ki megfelelő módon, vagy föltölthető vele lejdeni palack. És, ami nagyon fontos, ez huzamosan, órákon át képes áramot hajtani, ez a dolog. Rájött Volta, hogy ennek a megfordítottja is működik, amit galvanizálásnak nevezünk. Ha elektrolitba fémrudakat merítünk, és külső forrásból rákapcsolunk feszültséget, akkor megfelelően megválasztva az anyagot, meg az elektrolitban föloldva valami fémet, a megfelelő póluson kiül egy nagyon vékony fémréteg. Ez a galvanizálás például korrózióvédelemben használatos a mai napig is. Nagyon vékony, egyenletes rétegeket lehet így növeszteni, hogyha elektrolitból kicsapatjuk a fém ionokat. Azóta is használva van ez a dolog. Ezért mondtuk ugye az elején, hogy talán a bagdadi elemeket, amik lényegében ilyen szerkezetűek voltak, talán az galvanizálással lehetett felhasználni.
De továbbfejlesztésre szorul ez az áramforrás, mert a lötyögő folyadék miatt nagyon nehéz ezt alkalmazni a gyakorlatban. Ezért Volta a következő ötlettel állt elő, az elektrolitot, a folyadékot itassuk fel valamiben, például ruhaszövet anyagában, ez itt középen ez a kék réteg, és az elektródákat nem belemerítjük, csak összenyomjuk, rányomjuk az elektrolitot tartalmazó ruhára, így is megvalósul az elektromos kapcsolat, és ilyen pogácsa-szerűen egy ilyen két fém közt egy elektrolitot tartalmazó szövetanyag, ez egy elemi cellája lesz a voltaféle áramforrásnak, és ezeket sorba kötni úgy a legegyszerűbb, hogy egyszerűen egymásra pakolunk ilyeneket. Itt láthatunk egy korhű másolatot egy volta oszlopról, akár százas nagyságrendű ilyen pogácsát is egymásra lehetett halmozni ebből, és ez már nagyon jelentős áramforrásként viselkedett. Volta eredetileg sós vizet itatott föl ruhanyagban, részcink, aztán ezüstcink elektródákat használt. Egy-egy ilyen cella, egy elemi cella, azon egy volt körüli feszültséget adott anyagától függően, és így egy ilyen volta oszloppal akár 100-150 volt is előállítható volt. Hát most ez hülyén hangzik, ez a volt, de hát így jön ki Voltának a neve, meg a magyar nyelv. Fölmérték azt, hogy a különböző anyagok, anyagpárok milyen feszültséget képesek létrehozni, és itt van egy táblázat, gyakran alkalmazott anyagok úgynevezett standard elektród potenciájáról. Itt vannak ezek az értékek voltban. Ha kiválasztunk két anyagot, akkor egész egyszerűen a kettő közötti különbség adja meg, hogy mekkora feszültséget tud generálni. A legnagyobb az mondjuk egy arany-cink elektród pár lenne. Ha 1,42-ből kivonjuk a mínusz 0,76-ot, akkor több mint 2 voltot kapunk. Tehát egy arany-cink akkumulátor egy cellája több mint 2 voltot tudna leadni. Vagy például a bagdadi elemekben ugye vas volt, meg réz. A kettő közti különbség az 0,77 volt, tehát az körülbelül 8 tized volt, feszültséget volt képes generálni. Volta javasolja, hogy az elektromos feszültség egységéül válasszák valamelyik fémpár által leadott, által produkált elektromos potenciál különbséget. Eleinte ezt is használják, de aztán később, mindjárt meglátjuk hogyan, jobb definíciót adtak a feszültségre, de a Volta ötletét kihasználták, és Voltáról való tiszteletadás jegyéül az elektromos feszültségnek a jelét Voltnak, egységét Voltnak nevezzük. Szóval innen jön, hogy azért annyi a feszültség egysége, mert a tipikus fémek között ilyen nagyságrendű feszültség ébred. 1800-as évek eleje. Nos, a Volta oszlop volt az első komoly áramforrás. Miért is? És most visszautalok egy kicsit a korábbiakra. Itt készítettem egy táblázatot, amiben csak a különböző fizikai mennyiségek nagyságrendjét tüntettem föl. Ez becsült érték, mert időről, hogy dörzs elektromos gép. Na de milyen? Egy eredeti Göring-féle, vagy egy későbbi továbbfejlesztett gép? Hát eltér, tehát ne tessék ezeket a számokat véresen komolyan venni, de a nagyságrendeket úgy mutatja. Egy tipikus dörzs elektromos gép olyan 10.000 volt körüli feszültséget elő tudott állítani, de az össztöltése csak 10 a mínusz 8-on kulon volt mai egységekbe. A kettőnek a szorzata az általa leadható energia, ami 10 a mínusz 4-en joule-t jelent. Tehát 1000 joule-nál is kevesebb volt. Egy dörzs elektromos gép nem adott le annyi energiát, hogy azzal mondjuk melegíteni, vagy világítani tartósan lehessen. A másik pedig az, hogy nagyon pici az össztöltés. 10 a mínusz 8-on kulon, ez azt jelenti, hogy 1 milliamper áramot is, 1 ezred amper áramot is,
10 a mínusz 5-en másodpercig tudott volna csak fenntartani. Hát ezért nem nevezzük ezt a dörzselektronos gépet áramforrásnak, mert olyan kevés a töltése, hogy a másodperc tört részéig tud csak mérhető áramerősséget produkálni. Szóval gyakorlatilag nem használható áramforrásnak. Összekötött lejdeni palackokkal már a 100 000 volt nagyságrend elérhető volt, és a 10 a mínusz 5-es kulonos ösztöltés, de még ez se alkalmas egy gép meghajtására, ebben is mondjuk a 10 a nulladikon, tehát 1 joule nagyságrendű energia tárolódik. Ezzel szemben egy volta oszlop, az már 100 volt nagyságrendű feszültséget produkált, de ebben 1000 kulon nagyságrendű töltés halmozódott föl, aminek a szórzatából 10 a plusz 5-en joule jön ki. Na ez már egy nagyon komoly energia, 10 az 5-en joule-nak a nagyságrendje. Ennek már a melegítő hatása is lényeges, de ezzel már mondjuk fényforrást is meg lehet hajtani. Összehasonlításul ide tettem, hogy egy mai tipikus mobiltelefon akkumulátor az 10 az elsőn volt nagyságrendű feszültséget produkál, viszont több az ösztöltése, mint egy volta elemnek. Hát ugye ezért megy a fejlesztés nagyon erősen, és ezekben egy mai mobiltelefon aksiban kb. Annyi energia van, mint egy nála sokkal nagyobb méretű volta oszlopban. Na most honnan jön ez a 10 a negyediken kulon? Miért mondom, hogy ennyi? Hát amikor nézzük a mobiltelefon leírását, és mondjuk oda van írva, ez egy nagyobb aksi kapacitásnak van írva, hogy 5000 milliamper óra, ilyen egységekbe szokták megadni. Az 5000 milli, az ugye 5 amper órát jelent valójában, az óra, az 3600 másodperc, tehát 5-ször 3600 kulon van benne. Ugyanis az időnek, meg az áramerősségnek a szorzat az a töltés. Tehát 5-ször 3600, ez az, amire azt írtam, hogy 10 a negyediken nagyságrendű kulon töltés van benne. Nos, a volta oszlop hatalmas jelentőséggel bírt. Láttuk ezekből az adatokból, hogy a korábbi áramforrásokhoz képest sokkal több ösztöltés volt bennük, tehát ezzel már tartósan percekig vagy akár órákig lehetett áramot hajtatni át egy vezetéken. Sokkal kisebb feszültség volt, ami első pillanatban hátránynak tűnik, de inkább előny, mert kezelhetőbb, nem pattognak annyira szikrák, nem kell annyira törődni a szigeteléssel. És megkezdődhetett az áramok tanulmányozása ebben a korban, ami lehetőséget ad a mérésekre, kialakulhat precízen az áramerősség és feszültség fogalma, lehetnek ilyen kémiai alkalmazások, elektrolízis, galvanizálás, és ez a mai elemek és akkumulátoroknak az őse, ez a galván elem és a volta oszlop. Persze rengeteg fejlesztés történt időközben, például, hogy ne lötyögjön az akkumulátorokban is az elektrolitot, valami szivacsos anyagban szivatják föl, de kidolgozták a gélszerű, sőt a szilárd elektrolitokat is, hogy kényelmesebb legyen használni őket. Aztán folytonos a fejlesztés a mai napig is újszerű elektróda anyagokat és gyártás technika során megnövelt elektróda felületeket használnak ezekben az esetekben. Ez vezetett oda, hogy sikerült precíz alapokra helyezni az elektromos ságtani törvényeket, és így jutottunk el oda, hogy valami használható dolgot tudunk összehozni az elektromos és mágneses jelenségekből. Ezt folytatjuk a következő előadásban.